csendben ülünk itt a Conradius oda, üres uszoda medence partján. Pár perccel itt lett vége a UVS Szeged férfi OV1-es meccsnek, és ugyan nekem nem tiszta, hogy minősítsek egy meccset, de egy nagyon jó meccset láttunk. És nagy tisztelettel és örömmel köszöntöm a kamerám előtt Vigvári Vincét, az UVS csapat egyik meghatározó játékosát, és még mielőtt bármivel nekifognánk, gratulálok a csapatnak a győzelemhez, neked a négy gólodhoz, abból volt egy gyönyörű ejtés, és itt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy gratuláljak a múlt heti 5 gólodhoz, amit a Fradinak lőttél. Na erre szokták mondani pestiesen, hogy azért nem semmi. A Fradinak lőni 5 gólt, az egy nagy dolog volt. De én azért kértelek egyrészt ide a kamerára, és már előre megköszönöm, hogy tartottál rá időt, hogy ezt a mérkőzést értékeld. Ez is köszönöm szépen a lehetőséget. Valóban szerintem is egy jó meccs volt, már csak a sok gólnak köszönhetően, hogyha sok gól van, az mindig szórakoztató, legalább a nézőknek, vagy legalábbis a virtuális nézőknek. Örülök neki, hogy sikerült megvalósítani azt, amit szerettünk volna, és gyakorlatilag az egész meccset tudtuk kontrollálni. Egy jó ránk jellemző, jó kezdés volt jellemző az első két negyedre, és majd utána nem is nagyon tudok mondani olyan rövid zárlatot, ami ezt a lendületünket megakasztotta volna, vagy megtorpantott volna minket. És ugyanúgy mentünk végig, örülök, hogy a negyedik negyed úgyson 4 percig talán 5 gólt sikerült kapnunk, és akkor ott volt egy kapustörő, és akkor még kaptunk 3 gólt, de talán szem az is elkerülhető lett volna, szóval öröknek a védekezésben jól védekeztünk, és jól működött a csapat, támadásban meg a szokásos eredményes játékunkat játszottuk. Voltak nagyon jó egyéni teljesítmények is, mert nem csak területén sok volt, de a csapatból többen is, ami elég nagy arányú volt az a győzelem. Vártatok egy ekkora arányú győzelmet Szeged ellen? Hát most nem tudom, mennyire pontosan az állás. 15-8. Igen, volt. Talán szerintem ekkorát senki se várt. Köszönjük! Tisztelt, talán ekkora különbséget senki se várt, de örülünk neki, hogy így sikerült a játék, mert azért ez a hét sem volt könnyű, voltak hiányzóink, plusz volt benne egy elég kemény Fradi meccs, kicsit olyan szeretetlen volt a csapat a felkészülés során, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy jól sikerüljön ez a mérkőzés, de nem volt garantált, hogy ez így fog alakulni. Szeretnélem azért arról is kérdezni, hogy mostani bajnokságot, egy pár szóval, hogy érzitek, hogy álltok most? Hát én nagyon röviden szeretném értékelni, hogy annyit mondják, hogy bravúros, vagy hogy ez egy bravúr szezon idáig, hiszen OB1-ben most nem tudom pontosan a tabellának az állását, de nagyon előkelő helyen vagyunk, 6-tól valahol 8-ig, és nagyon sok pontot sikerült eddig gyűjtenünk, és még a Magyar Kupán nyáron az egy jó erőfelmérő volt arról a csapatoknak szerintem, hogy hol helyezkednek el az erő rangsorban a csapatok közül, és nagyjából szerintem mi belőttük magunkat ilyen 6-tól 16-ig, hogy onnan... Hogy onnan bárkit megverhetünk, és esetleg bárki ellen veszíthetünk pontokat, és ehhez képest ennek a legtetejét, a 7.-8. helyet foglaljuk most el, szóval mindenképpen kiváló teljesítményt nyújtunk, és ehhez társultak olyan bravúr győzelmek, mint a Honvéd vasas megverése, Honvéd ellen döntetlen mind a kettő tévés meccsen, Eger elleni tévés meccs, 4 gólos győzelem, szóval iszonyatosan jó szezon tud szerintem az egész csapat, és nem mellékesül az IFI bajnokságot, amiben ugye gyakorlatilag a fél csapat érintett. Most hétvégén volt meg az első pontveszteségünk, de aztán azt is sikerült 5-4-esekkel megnyerni. Akkor ezek szerint Benedek Tibor álma megvalósult, hogy az UVS-ből a felnőtt csapatból egy középcsapatot kell összehozni? Abszolút így van, ezt már ő is megvalósította, és idén
Balázs Bával talán szerintem még egy fokkal feljebb tettük a mércét. Ellenek szeretnék majd egy kicsit. A értékelésedet köszönöm.